Szevasztok gyerekek, ez itt a Pasofőr köz újabb adása, és... Volt egy videó, amiben bejelentettem, de azért most is elmondom. Most már jelen vagyok Facebookon. És Facebookon, szóval oda küldözgethetitek a kéréseiteket, vagy hogyha a Facebookra nem akarjátok nyilvánosan intézni, akkor egész nyugodtan a tofaporkolt@gmail.com-ra várom a kérdéseket, ötleteket, bármit, akármi lehet, és szerintem igen, kicsit átértem a tárgytól, ugyanis. Ez egy napi helyzet videó. Ugye most is nem történt annyira sok érdekes dolog. De mostanra már azért gyűlt össze ennyi információ, mint például az, hogy az egyik vlogger barátom, Andrés, a Darkman Games-től, nem tudom, hogy mennyire tudtátok előkaparni őt, de egy ilyen versenyaktól hangolja, csak azért, mert van 20 Darkman Games, de mindegy, elérte a 7 feliratkozót, és... Igen, egy pillanat. Szóval elérte a 20 feliratkozót. Nem csak 20-at a hetet! Tehát elérte a 7 feliratkozót, és ennek ő nagyon örül. Na, 10 nem jobban fog örülni, úgyhogy tényleg életve hozzátok fel rá, meg ugye rám is, ez egyértelmű. Szóval, igen, értélek. A következő lépéseink, arra kérlek titeket, hogy tényleg iratkozzatok fel, mert már egy ideje nem nő a táborunk, szóval szóljatok a barátaitoknak is. Hogy keresenek rám és iratkozzanak fel. Ezzel tényleg sokat tudtok segíteni. És a gameplayekről jut eszembe. Nem tudom, hogy... Ja, igen, nem beszéltem a gameplayekről, de akartam, és ez így összezem. Szóval, hogy a Andrésnak már van egy tök jó gameplay-e, úgyhogy azt majd megnézem, érdekes lesz, hogy küldjétek el, hogy mivel játszak, és én majd eldöntöm, hogy játszok-e vele, tehát értitek, van elég tárhelyen, ilyenek. Gépen nem biztos, hogy tudok játszani, szóval ne legyenek ilyenek, hogy Cségó, meg GTA, mert azokat nem tudom. Úgyhogy... Majd megpróbálok valamit intézkedni ezügyben is. Hát szerintem ennyi is lett volna, srácok. A... Pofaförkölt... napi helyzete. Szóval, sziasztok, és ne felejtsétek el Facebook, és hát ott mondjuk, úgy vagyunk fönn, ezt még gyorsan elmondom, hogy pörkölt pofa, mert hogy ez egy olyan hely, ami megfordítja a nevünket, szóval, ja, ez egy elég szarű. Ezen kívül már szerintem semmi különöset nem akarok mondani,
meg ugye a Pop-Up-Workot, Kukac-Gmail.com. Gombra küldhettek különböző ötleteket. Sziasztok!